Jézusnak nagyon fontos volt az, hogy a tanítványokat megerősítse a feltámadás hitben. Egy csodálatos halfogás története is hallható volt a felolvasott evangéliumban, öröm üzenetben, de hallhattunk arról is, hogy Jézus él, feltámadt a halálból. És ezt erősíteni kellett a tanítványokban, ezt a tényt. Ezért is írja le az evangélium írója, hogy ez már a harmadik megjelenése Jézusnak. Mert hát mi is olyan hamar elfelejtünk dolgokat, főleg a gyerekek, ugye, amikor bent vagyunk egy tanteremben, kérünk valamit, és mintha süket fülek lennének ott körülöttünk. De hát, ha csak szűkítjük a kört, és saját gyermekeinkre gondolunk, ott is azért. Hányszor kell egy-egy dolgot elmondanunk? Igaz, már nekem annyira nem, mert nagyok a gyermekeim, de amíg kicsik voltak, hányszor kellett elmondani, hogy ez valóban úgy történjen? Hát Jézus is pontosan ugyanezt a pedagógiát végzi. Harmadjára jelenik meg a tanítványoknak, hogy erősítse bennük a feltámadás hitet. Mert ellankadtak, lehet, hogy elfelejtették, mással kezdtek el foglalkozni, és fontos volt, mert megbízatást kaptak Jézustól. Hirdetni kell az evangéliumot. Beszélni kell Istenről. Beszélni kell arról, hogy szeret az Isten. Hogy az Isten maga a szeretet. Kedves testvéreim! A 2000 évvel ezelőtt megírt történet első fontos üzenete számunkra, hogy Jézusnak van hatalma megjelenni. Számára fontos, hogy higgyünk a feltámadásban, de nem is csak úgy általánosságban, hanem higgyünk abban, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és övé lett minden hatalom menjen és itt a Földön is. Fontos ezt megerősíteni bennünk, hogy Jézusé minden hatalom, itt a Földön is. Hogy miért fontos ezt megerősíteni bennünk is, akik most itt vagyunk a templomban, vagy a televízión keresztül hallgatjuk Istennek az igéjét, és érzékeljük a világnak a történését. Azért fontos megerősíteni, hogy Jézusé a hatalom, mert a halál zsoldosai itt vannak a közelünkben. Nem is olyan messze a határainktól. Vagy ha leszűkítjük a kört, a halál zsoldosai bármely pillanatban ránk törhetnek, bármilyen formában. A pusztítás megállíthatatlan, ami körülvesz bennünket. De a feltámadt Krisztusba vetett hitünk, hogy ő él, és valóságosan megjelenik az életünkben, bizonyosságot és megnyugvást adhat nekünk. Újra és újra, ahogy az elmúlt ünnepen is hallhattuk, légy szükséglete az életünknek, hogy higgyünk a feltámadásban. Hogy megkapjuk az Istentől a feltámadás hitet. Hogy nem csak Krisztus fog feltámadni, hanem én magam is. Hogy nem csak a körülöttem lévők, hanem én magam is fel fogok majd támadni, és egyedül Istené a hatalom ezen a földön, minden szempontból.